Dr. Fazekas Sándor korábbi földművelésügyi miniszter szerint az aszállyal mindenképpen foglalkoznunk kell, hiszen tavaly egészen rendkívüli aszály volt, 100 év óta a legkomolyabb csapás a magyar mezőgazdaságra, de túl lehetett élni és helyes mezőgazdasági gyakorlatokkal, öntözéssel, odafigyelő tájgazdálkodással enyhíteni tudtuk a károkat. Az elmúlt években azért láttuk azt, hogy ha sújtott is bennünket ez a csapás, de túl lehetett élni, és helyes mezőgazdasági gyakorlatokkal, öntözéssel, odafigyelő tájgazdálkodással azért sok hatását tudjuk semlegesíteni. Az ország élelmiszerellátása pedig látszik, hogy zavartalan volt, tehát más időszakokban 100-200 évvel ezelőtt ilyenkor nélkülözés, éhínség volt, most a magyar emberek hozzájutottak ahhoz az ennivalóhoz, amit korábban is megszoktak. Tehát, hogyha ezt az aszályos évet végig gondoljuk, akkor nyilvánvaló, hogy vannak már előzmények, és a jövőben is lehet arra számítani, hogy megismétlődik, bár ne legyen ez a jóslat önbeteljesítő, de megismétlődik, megismétlődhet. Nincs igazán magyarázat erre a ciklikusságra. A szárazság az a klímaváltozással nyilván összefügg, de az, hogy éppen mikor van aszály, a múltból vett példák is igazolják, hogy nem található el, nem található ki. Ezért is kell foglalkoznunk, hogy jobban megismerjük azokat a lehetőségeket, amely a szárazság, a csapadékhiány, a vízhiány, az aszály következtében fölépnek, és ezekre keressünk megoldást. A tanácskozást követően őszi kalászos fajta bemutatón vehettek részt a környék agrárszakemberei, ahol az intézet tájra nemesített fajtáit mutatták be. Hát hagyományosan minden évben két szakmai napot szokott a Karcagi Kutatóintézet szervezni, ez az első. Ez rendhagyó egy kicsit, mert azért konferenciával nem szoktuk minden évben összekötni, hanem így júniusban szoktuk az őszi kalászos fajta bemutatónkat megtartani, amire délután során sor is fog kerülni, illetve szeptemberben szoktunk, vagy októberben ősszel egy alternatív napot tartani, ahol az alternatív talajművelési eljárásokat mutatjuk be, illetve az elért kutatási eredményeinket, illetve az alternatív növényfajtáinkat. Ez a mai esemény, ez valóban rendhagyó. Dr. Fazekas Sándor képviselő úrnak a kezdeményezésére aszály konferenciával vezetjük föl a fajta bemutatónkat. Hát a tavalyi év az megmutatta, hogy bizony ebben a tekintetben van miről beszélnünk. Hosszú távon valóban az a tapasztalatunk, ugye vannak meteorológiai mérésünk, van egy meteorológiai állomásunk, hogy azért a július-augusztus hónapok során igenis légköri és talajaszállyal is kell számolni a gazdálkodóknak. Úgy látjuk, hogy egyre nagyobb szerepe van a klímakutatásnak. Tervezzük is, hogy ebben a tekintetben erősítjük a kutatási portfóliónkat, hiszen nem fog az időjárás alkalmazkodni hozzánk, nem fogja teljesíteni a gazdálkodók igényeit, ebben biztos vagyok, nekünk kell alkalmazkodni hozzá. Úgy válogattuk össze a mai konferencián, aztán konferencián az előadókat, hogy olyan témaköröket feszegessenek, amelyek tulajdonképpen lefedik az aszállyal kapcsolatos problémákat, kérdéseket. Hívtunk meg meteorológust, aki egyébként karcagi származású, hívtunk meg talaj- és növénykondicionálással foglalkozó szakembert, hogyan alkalmazkodjunk ebben a tekintetben, ugye a szélsőséges időjárási helyzetekhez. Hívtunk meg búzanemesítőt, aki be fogja mutatni, hogy a nemesítéssel, a fajta választással hogyan lehet kivédeni vagy csökkenteni ezeknek a szélsőséges helyzeteknek a negatív hatását. Illetve hát nyilván a gazdálkodókat érdekli, ugye a Gabonatermesztők Országos Szövetségének az elnökét is meghívtuk, hogy ezek hogyan tudnak a piachoz alkalmazkodni, hát igazán ugye mindenki a piacról él, tehát hogy milyen búzafajtákat érdemes abban a tekintetben is termeszteni, hogy azzal ugye a piacra tudjanak kerülni. Várhatóan egy helyzetképet kapunk a mostani gazdasági piaci helyzetről is.